reggel, aztán beszélek. Na. Tudod, hogy engem minden felbasz. Azt igen. is tudod, hogy a legjobban az basz fel, amit nem értek. Én most már tudom, hogy születnek amúgy a tömeggyilkosok. Nem értik a világot, csak ők még idegesebbek, mint én. Állok reggel a busz megállóban. Baszk. Igen. Három busz jön ott, három szignifikáns busz jön ott, vagy hogy mondjam. Három busz jön ott, amivel az emberek mennek. Három különböző. Ebből mindhárom busz onnan megtett útja a célig, 30%-ban megegyezik. Igen. A három busznak. Igen, igen. A három busz közül kettőnek 80%-ban egyezik az útvonala. Szóval elég komoly árfedés van köztük, hogy így mondjam. Én a három közül egyikkel sem megyek. Én különleges állatfajta vagyok, nekem megvan a Taktix, én egy negyedikkel megyek. Pont azért, hogy csökkentsük ugyan megállóban fluktuálódó emberek számát. Ma reggel állok a busz megállóba, időben leérkezve, stb. Jön az első busz, nagy tömeg. Uh-huh. Felszerel két ember. Állok, nézem. Jön a második busz. Jön a felszállja három ember. Mi a fasz? És jön a harmadik busz, arra nem száll fel senki. Ne bo. És én? Én? Tehát innen látszik, hogy velem mennyi gond van. Ott gondolkoztam, hogy én most letérdelek ott mindenki előtt a hóba. És üvöltve megkérdezem, hogy ti mi a faszommal mentek hova? És utána, két perccel később megérkezett az a busz, ami először jött, ugyanaz a szám, és arra felszállt mindenki. Akkor akartam már hangosan üvölteni. Ne basz nem már. Vettétek észre? Senki nem vette észre? Hogy mi a faszom? Érted? És így... Jesus. És én ledobtam a láncot, és ez van a busszal jövök, bazd meg! Megőrülök! Mi van ott? Mi van? Érdekes. Olyan volt, mint egy horrorfilm nekem. De mondom, én mindenem felbasszom magam. Mondom, én gondolkozok már egy ilyen sorozaton. Ilyen anomáliák az életben? Nem, dolgok, amik engem felbasznak. És nem azért, hogy ezzel úgymond mindenkit szórakoztassak, mert ez egy gáz dolog, és ez nekem problémám. Csak kíváncsi vagyok, hogy vajon hány epizód lenne. Ha. Egyébként ezt megcsinálhatjuk. Tök érdekes lenne szerintem. De mindenképpen ilyen lágy, meleg hangulatú lenne már, mint a kép. Érted, ahogy elképzelem? Egy ilyen nagyon közeli, totál a fejedről, Pisti, és közben magyarázol. És háttérben pedig meleg fények. Ez nagyon jó. Sőt, hogy ez egy ilyen karácsonyi sorozatot kéne csinálni, és ilyen kis izzók lennek háttérben, és így változnának a fények. Kurva jó lenne. Szerinted Johnny Hero után szabadon miért nincs a Mortal Kombatnak Twitch csatornája? Mert Sub-Zero. Ah. Okés. Én még a kávéváshoz is objektívan állok. Jesus Christ. Ja, vége? Akkor a jövő héten folytatjuk. Nope.